A bánat gondolata olyan, mint egy szikla az óceán partján. Ha az ember elalszik, akkor beáll a dagály. És hoz némi enyhülést. Igen, az álom a dagályhoz hasonlít. Elborítja a fájdalom szikláját. De ha az ember fölébred, a dagály visszahúzódik. És nem sokára ismét felbukkan a szikla, a kagylók lepte, elvitathatatlan valóság. És ott is marad örökre. Legalábbis addig, amíg az Isten ki nem mozdítja a helyéről. Éppen olyan az ember, mint a többi. Némán szenved a magánytól. Próbálja igazolni a tetteit. Erősnek tetteti magát, amikor gyenge, és gyengének tetteti magát, amikor erős. Lemond bármilyen szenvedéről egy veszélyes munkáért. De ennek nem sokára vége. A jövője tele van tervekkel, a múltja pedig sok-sok csalódással. Egy vágyam van csupán, és e felé török egész lényemmel. Oly soká kívántam, és oly álhatatosan, hogy bizonyára beteljesedik. Mégpedig nem sokára. Hisz földi életem magába szívta már. Megsemmisültem e beteljesedés várásában. Istenem, hosszú küzdelem ez, és bár vége volna. De tovább kell léteznem, mert holnap fel kell a nap, és ki tudja, hogy mit hoz a dagály. Ez egy új nap, és bizakodjunk, hogy szebben, mosolygósabban ragyog rám a napsugár. Biztatóbban egy új, szebb jövőt tartogat. Bízunk, hogy bízhassunk, míg élünk. Míg élünk, az utolsó erőnkkel is.